Az atya elárulta nekünk, hogy Krisztus után elsősorban azok a vértanúk jelentették a szenteket, akik meghaltak az evangéliumért. Az idő múlásával például nagy tanítókkal, püspökökkel és pápákkal, valamint olyan hitvallókkal bővült a sor, akik valamilyen módon példát adtak a keresztény szeretetről. Kiemelte, minden szentek ünnepe népes segítő közösségükről szól. A szentek imádkoznak értünk, tehát hogy odaföntről a mennyországból, e felé a földi világ felé van kapcsolat. Ez nyilván elsődlegesen az Isten, meg Jézus Krisztus, meg a szent lelket jelenti, de mivel a szentek egykor földi emberek voltak, ezért ők ilyen módon is kapcsolatban maradnak velünk. Páfai Zoltán emellett arra is kitért, hogy halottak napján elvesztett hozzátartozóinkra, szeretteinkre emlékezünk. Kifejtette, azáltal, hogy gyertyát gyújtunk tiszteletükre és imádkozunk értük, nem csak vigasztalálhatunk fájdalmunkra, hanem hozzásegíthetjük az elhunytakat ahhoz, hogy közelebb kerüljenek Isten országához. Földi létünk elhagyása kapcsán pedig szóba hozta, hogy sokan a mai napig úgy vélekednek, hogy a halállal minden véget ér az ember számára. Kihangsúlyozta, az egyház tanítása szerint azonban ezzel utunk nem szakad meg, ugyanis az tovább folytatódhat. Valahol a lényege az, hogy nem értelmetlenül vagyok ebben a világban, és hogy rajtam is múlik, hogy az életemnek legyen értelme, és hogy minden egyes napon valahol azért éljek és azért dolgozzak, hogy az életem beteljesült legyen, és hogy lényegében ez az egész földi élet, pár év vagy évtized, valójában arra szolgál, hogy méltó legyek a halálnak a pillanatára, és hogy onnantól abba a bizonyos másik dimenzióba, a szellemi-lelki dimenzióba méltó módon tudjak átlépni. Ezt nevezik ugye a keresztényként a mennyországnak, az Isten boldogító színe látásának. Hozzátette, a liturgiában november 1-én központi szerepet kap a húsvéti gyertya, mely lángja feltámadást szimbolizálja. Halottak napján pedig a szokásos napi egymisével szemben megengedett, hogy a papok akár háromszor is tarthassanak szertartást. Mint mondta, jövő hét hétfőn és kedden is a híveket közös lelki elmélyülésre várják a makói római katolikus temetőben található Szent Anna kápolnánál 15 órától.